Fürgét község önkormányzata nem szeretett volna idomulni a többi településhez, így évekkel ezelőtt úgy döntöttek, hogy a falu apraja nagyjának programokkal szolgáló rendezvényüket nem falunapként emlegetik majd, így született meg a mi napunk elnevezés. Ilyenkor meg szoktam interjúvolni a hivatali kollégákat, az utcaemberét, tehát hogy mégis kit szeretnének szívesen hallani. Az igazság, hogy ahhoz a ragaszkodom, hogy minden évben legyen roma fellépőnk. Ugye a romáknak az arány elég magas nálunk Fürgére, nyilván vagy hát az embernek ilyenkor kötelesség, hogy őre is gondolni kell, és tavaly a Bódi Margó volt a Gusztival, az idén a Nótármér, és jövőre is már megvan az elképzelésem, de ezt most nem mondom meg, hogy ki lesz jövőre. A szervezéskor ügyelnek rá, hogy minden korosztály találjon kedvére valót a nap folyamán. Az idén főzőversenyre is nevezhettek a vállalkozó szellemű, baráti, családi társaságok. Nem is gondoltam arra, hogy hát ennyien fognak nevezni főzőversenyre. Régebben meg szoktuk hirdetni, és nem igazán jelentkeztek főzőversenyre, és most a Dina, a kultúrosom nekiállt megszervezni, 14 csapat jelentkezett, ami rekord volt, úgyhogy meg voltam döbbenve. Hát szabadon választott kategória volt, 2000 forint nevezési díj volt, amit be kellett fizetni, és hát majd az ifja Fekete Lacival fogunk zsűrizni, illetve a közönség köréből választok ki majd egy szemét még, aki segít a zsűrizésbe. És hát szép kis díjak lesznek egyébként, késkészlet, meg oklevél, szóval megérte szerintem főzni. Meg hát maga azt, hogy jól érzik magukat menet közben, semmiféle megkötés nem volt, tehát mindenki szabadon választottan dönthette, hogy mit szeretne főzni, amihez kedve van, meg amit szeret csinálni. Hát úgyis az ízek a fontosak igazából, hogy kinek mennyire ragadja meg az ízlelő bimboit, amit főztek. Hát én igyekszem nagyon-nagyon-nagyon távolságtartani, nem is mentem körbe, nem néztem, hogy ki mit főz, nem akarom befolyásolni az ítéletemet, hogy a lényeg az, hogy milyen kaja lesz, hogy mennyire lesz jó. A település művelődési házának környezete igazi közösségi térként funkcionál az ilyen események alkalmával. Az udvaron található kemence idén kivételesen nem kapott szerepet, de tervek vannak a használatára. Ez ma nem lesz használat alatt, hanem annyiban lesz használata, hogy hát ott fogjuk osztani a kaját, mert rengeteg olyan dolgot terveztem, amilyen pakolászós rész, és ott tudjuk ilyenkor hasznosítani. Valószínűleg hát idősek napjára lehet, hogy tervezünk olyan kaját, amit ott fogunk megsütni, vagy kuglófot sütünk, mert az igazság, hogy nehéz manapság összehozni a Covid után, hogy újra össze kell szedni a településnek a közösség megtartó kedvét, ambícióját, és szerintem most már az idősek napját csak össze tudjuk szedni, meg hát tervezünk egy olyan dolgot is, most nem állok el nagy titkot, hogy a Fekete Laci, aki itt van a mai napon, és zsűrizni fog velem. Tervezünk egy ilyen nemzetközi erős ember bemutatót, amennyiben találok megfelelő szponzori támogatókat, mert hát ez anyagilag az önkormányzat ezt nem tudja így vállalni, viszont szponzorokkal, ha ezt meg tudjuk oldani egy nagyon jó kis rendezvényen, akkor Fürgeden. A főző csapatok tagjain kívül persze a falu nagy része is részt vett a mi napunk elnevezésű rendezvényen, ahol az önkormányzat mindenkit vendégül látott egy ebédre. Mi nem pénzért adjuk a kaját, mi kb. 80-100 kg húsból főztünk egy sertéspörköltet, tarhonyával, savanyúsággal, és adunk hozzá üdítőt, vagy ásványvizet, ki mit szeretett, ez az ebéd vele jár. Nálunk ennek Fürgének ez a feelingje, hogy hát itt ilyenkor nem kell fizetni. Az idén először tehették próbára magukat a vállalkozó szelleműek a Toldi erőpróbán. Hát ez egy nagyon nagy folyamat, amiben én belevágtam ugye a fejszémet, mert apu ugye betöltötte a 65. életévét, ő már inkább a nagyobb rendezvényeket próbálja megszervezni. Hát én ugye, mint az egyik gyermeke, mert ugye van neki őt, én próbálom azokat a fiatalokat, azokat a gyerekeket felkarolni. Hát a mai nap ugye próbálunk egy bemutatót tartani. Remélem, hogy megtaláljuk majd Fürger Toldiát, tehát vannak kellékek, van itt betongolyó, petrendszer úr, ugye, mint a Toldi játékokon már szerintem látták, vagy tudják ugye a televízió nézők, hogy mi ez a kellék. Tehát egy rudat kell majd tartani, illetve egy 50 kilót kell majd ugye fej fölül eldobni majd a résztvevőknek. De majd itt fogom közölni majd ugye a rendezvény előtt a fellépő, vagy a résztvevő gyerekekkel, vagy a felnőttekkel, hogy melyik gyakorlatnak ugye mi a lényege, tehát előtte mindenképpen fogom igazítani a résztvevőket. Mielőtt az erőpróbára sor kerülhetett volna, még egy komoly feladat várt szervezőjére, aki kedvenc ételét nem találta meg a bográcsokban. Ez egy nagyon jó feladat, jobban örülök ennek, mint ugye itt majd délután majd betongolyókat emelgetni. Hát a kedvencem az hát a jelen pillanatban mai nap ugye nem készül, már pedig itt végig jártam itt a fiúkat, hát a marra pörkölt, de hát hogy említettem, az nem lesz a mai nap, de hát itt ugye a
a különböző, hát például itt van nyúlpörkölt, azt viszont nagyon szerettem ugye a nyúlpörköltet, ritka, tehát rendezvényeken ritka, hogyha valaki nyúlpörköltet készít, de meglepődtem, hogy a mai nap három dekoratív hölgy fogja elkészíteni a nyúlpörköltet, úgyhogy hát, mivel részt vettem már több ilyen rendezvényen, mindenképpen nézni fogom ugye az ízvilágát ugye maga az ételeknek, hát az, hogy most kérdezi itt a hölgy tőlem, hogy számít-e, hogy mit raknak oda, vagy rakjanak elém egy fél tehenet, finom, akkor pontozom, hát hogy mi hogy fogja földíszíteni, az annyira nyilvánvaló nem, de azért hozzátéve, hogy nem vagyok én ugye profi szakember, tehát én nem ebben vagyok otthon, de felkértek, hogy pontozzam, hát a tőlem lehetőleg korrektebb révén fogom pontozni ugye részvevőket. A főző csapatok Bográcsban elkészíthető ételekkel készültek, voltak, akik a hagyományos receptekhez nyúltak, voltak olyanok, akik próbáltak újítani. A főzés mellett a délelőtt egy jó lehetőséget kínált a barátságok ápolására is. Mi nyúlpörköltel készültünk, ez található otthon részint. Az apukám segített benne tegnap este, friss, abszolút, és amit rólunk kell tudni, 18 éve vagyunk barátnők, ez az első nevezésünk, és hát hol máshol, mint Fürgeden, bár barátnők szakályt képviseli, de mi ketten azért Fürgedet, és ez az első, szeretnénk, ha a legjobb is lenne. 18 évet vártunk rá. A három tagú zsűrire 14 étel kóstolása várt. Természetesen a főzőcsapatok részére nem a díjazás volt a fontos, hanem hogy együtt tölthetnek egy napot barátokkal, ismerősökkel, rokonokkal. A délután kulturális programjai után a késő estében nyúló rendezvényt a hagyományokhoz híven egy bállal zárták a helyiek, ahova szeretettel várták a környékbelieket is.